Sziasztok! Mai vendégem szintén ismételten Dr. Bedi Dóri. Sziasztok! És azért jöttünk, hogy egy picit beszélgessünk a sebkezelésről, illetve egy nagyon különleges termékcsaládról, ami nemrég került fel a portfóliónkba. Ez a videó eléggé spontán jött, ahogyan általában a kis kedvenceknél a sérülések, illetve a sebek, vágási sebek is, én például mézivel rendszerint sétálok az erdőbe, és azért szokott elég magas fű lenni, és mikor visszaérünk, akkor tapasztalom, hogy átgázolás során azért ilyen kis mikrosérülések is keletkezhetnek, amik zavarják, és akkor elkezdi nyalogatni. Nem tudom, hogy Dóri, te milyen sérülésekkel szoktál találkozni minden nap a praxisokban? Hát mi azért a legváltozatosabb sérülésekkel találkozunk, a harapott, lőtt, nyúzott sebeken keresztül a kisebb horzsolásokig. Azt el kell mondjam, hogy az orvosi mézet, amiről szó lesz, a manuka mézről, azt mi is előszeretettel használjuk, sőt az állatorvoslás igazából szerintem már a kezdetektől, hogy általában a gyógyító hatását, pedig most olvastam egy cikket, hogy már a 4. században is felfedezték, úgyhogy nagyon sokszor használjuk szinte bármelyik sérülésre ezek közül, úgyhogy erről beszélhetünk részletesebben is. Szuper, jó. Hogyha mi az a sérülés, amikor azonnal hozzátok kell fordulni? Szinte bármelyik, ami a pici horzsolásokon kívül, amit úgy gondol a gazdi, hogy így letörölés ellát, azon kívül bármivel, mert csalóka lehet, például ott vannak a cicaharapások, amikor két pici kis lyukat látsz, de az pár napon belül nagyon durván be fog tájogosodni. Tehát, hogy még a méretét sem tudom mondani, talán a felületessége. Viszont, hogy a felületes a horzsolás is kiterjedt, akkor meg szintén érdemes eljönni hozzánk. És ilyen esetben hogyan szoktátok ellátni a betegeket? Hát általában ugye először fertőtleníteni kell ezeket a területeket, úgyhogy használunk, mi még használunk higított peroxidot például, betadinoldatot, ezzel lemossuk, és akkor utána esetleg helyileg rákerül valami fedő réteg, ami lehet például az orvosi méz. Ezt előszeretettel használjuk egyébként olyan területeken, ahol fertőzött területről van szó, mert ugye azt tudjuk, hogy a méz felkenésével is szabadul fel peroxid, ami fertőtleníti a területet, meg lecsökkenti a pH-t, egy savas közegbe tolja át, amit nem szeretnek a baktériumok, egy ilyen védő filmréteget képez, plusz a duzzanatot, ödémet is tudja csökkenteni. Igen, azt olvastam, hogy az amerikai élelmiszer és gyógyszerfelügyeleti hatóság elismerte azt, hogy átitatva a sebkezelővel, meg sebgyógyító hatása van. Gondolom a antibakteriális hatása miatt. Így van. Így van. És akkor többféle megoldás létezik, szintén a seb súlyosságától, meg mienségétől függően. Ugye van az a rész, amikor mondjuk van egy horzsolásod, akkor azt mondjuk feded, mint egy hámosítóval, viszont vannak ezek a mélyebb sérülések, például a cicák, amikor bemásznak az automotorház tetejébe, vagy a kerékhez, és akkor lenyúzzák a lábukat, ugye ezt azért hát nem minden nap látunk azért mi sem ilyet, de ezek nagyon durva sérülések, és hónapokig tart a regenerálódás belőle. Igen, és akkor ezek kötözést igényelnek, és az, hogy ezt a sebet nedvesen tartjuk, meg tartsuk, és hogy viszonylag baktériummentesen, erre egy tökéletes közeg ez a méz, úgyhogy ezzel szoktuk fedni. Sőt, lehet ezt még keverni például mosás alkalmával, steril sóoldattal, vagy hogyha azt akarjuk, hogy nedvesítsük és pótoljuk a nedvességet a bőrbe, például égett sérüléseknél, akkor ilyen hidrogéllel is szoktuk keverni. Tegyük fel, hogy nem olyan súlyos mondjuk a sérülés. Ajánlod vagy javaslod egyébként otthoni első segélyfiókban? Az első segélyfiókban mindenképpen legyen a betadin mellett szerintem, mert hogyha megsérülünk akár csak, nem tudom, mint a gyereketek, vagy ahogy mi is megsérülünk, akkor azért az az első, hogy vízzel lemossuk, meg betadinnal letöröljük, viszont utána egy nagyon jó kis antibakteriális megoldás tud lenni, meg van hámosító hatása is. Igen, gondolom arra érdemes figyelni, hogy ha felkenjük ezt a manuka mézet, ez egyébként egy orvosi manuka méz, steril, hogy miután felvittük,
a felületre, akkor ne nyalja azért le, ugye? Hát gondolom. Hát nyilván igen, egy picit bele lehet finoman masszírozni itt a sebekbe azért, hogyha nem olyan súlyosság, vagy ha olyan súlyosságú, nyilván nem otthon fogjátok ezt kivitelezni először, de hogyha csak horcsolásról van szó, akkor finoman bele lehet azért masszírozni a sebbe. És az is fontos, amit a Robi mondott, hogy ez egy tiszta orvosi méz, mert otthon azért ilyen nyers mézekkel nem érdemes kísérletezni, mert ott viszont belekerülhet olyan baktérium a sebbe a mézzel együtt, ami ugye szájon át nekünk nem ártalmas, viszont a sebbeken be például botulinum vagy bármi olyasmi, ami bajt okozhat. Hát ide kérdés ugye nyilván a tisztasága annak a méznek, tehát én úgy gondolom, hogy a manuka méz az az egyik legtisztább mézfajta, és eléggé nehézkes egyébként a beszerzése, ugyanis leginkább Új-Zélandon a manuka fának a kis fehér virágából gyűjtik össze a méhek, és úgy keletkezik, és ami érdekesség, hogy szinte mindegyik mézen található, lehet, hogy onnan nem látni, ilyen MGO megjelölés. Az MGO megjelölés az metilglioxál tartalmáról árulkodik, ami úgynevezett antibakteriális mértékegység, azaz, hogy mennyi ilyen anyagot, illetve hány milligrammot tartalmaz per kiló. És kutatások azt bizonyítják, hogy a 250 milligramm per kilogramm metilglioxál tartalma az már gyógyító hatású. Ezért mi a portfóliót egyébként úgy építettük föl, hogy van egy külsőleg egy első segély manuka méz, orvos is steril, ezt ugye nyilván külsőleg kell alkalmazni, illetve van egy, hát tulajdonképpen akár kóstoló is lehet, egy 100 MGO-val ellátott. Ez a kettő készítmény, ezt belsőleg javasoljuk használni, 100 MGO tartalmú, inkább általános immunerősítése kóstolónak, illetve van a 400 MGO, metilglioxál tartalmú, őt pedig már lehet problémák esetén is. De mik is ezek a problémák? Például ismert a manuka méz a természetes antioxidáns hatásáról, amit tudjuk, hogy a szervezetnek a szabadgyökökkel szembeni káros hatásokkal lépnek fel, és ennek a hatékonyságában segít, illetve tudjuk azt, hogy nagyon jó prebiotikus hatása van, és a bélflórában lévő, illetve a belegben lévő természetes baktériumok működése és serkentése, nem kívánatos baktériumokat. Illetve táplálékul szolgál ezeknek a jó baktériumoknak, akiket akarunk, hogy ott legyen. Így van. Illetve lehet még egy olyan tanulmányt is olvasni, hogy a szájüregben lévő káros baktériumokat is segít elpusztítani. Úgyhogy mindenféleképpen javasoljuk, mert hát tudjuk belsőleg, tehát a bélrendszernek a 80%-a biztosítja az immunrendszert, úgyhogy... És itt meg, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy a szájüregben meg ugye fontos itt szintén, hogy felszabadul ez a hidrogénperoxid, ami azt jól ismeri szerintem mindenki, hogy lehet kapni emberek számára is a patikában ezt a peroxid tablettát, amivel lehet öblögetni is, tehát hogy ez egy természetes és nagyon kis visszafogott módja annak, hogy rendben tartsuk a szájüreget ezzel a peroxidos fertőtlenítővel. Igen, viszont belsőleg szerintem egyetértünk Dórival, hogy nem ajánljuk, hát ha tudjuk, akkor cukorbeteg. Igen, ezt óvatosan azért. Szerintem lehet egyébként az ajánlott mennyiség felével kezdeni, hogy szokjon hozzá a szervezete, ami egyébként nagyjából úgy van, hogy 10 kg alatt fél teáskanál, 10-30 kg között egy teáskanállal naponta, 30 kiló felett pedig lehet kettő, de fokozatosan emeljük az adagot, tehát ezeknek az adagoknak a felével kezdjük belsőleg mindenféleképp. Illetve még a fiatal állatok. A fiatal állatoknak, igen, igen, nekik sem javasolt. Tehát egy év alatt szerintem ne próbálkozunk vele, de utána lehet. Mézi elmúlt már egy éves, úgyhogy nagyon szívesen nyalogatja az ujjamról egyébként. Egyem a szívét. Adja Isten, hogy minél ritkábban kelljen ezt használni, de jól fog jönni,
illetve hát mézivel zivartalanítás előtt állunk, úgyhogy operáció után biztos, hogy így van, a röccedés után nyugodtan tudjátok emegetni a igen. sebet ezzel a mézen. Úgyhogy a termékeket megtaláljátok a biozo.hu-n, a dr. Bedi Dóri klinikus állatorvos is szívesen ajánlja nektek, illetve én is, jó magam is. Köszönjük szépen! Köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok.